Callsign. Sziasztok, itt vagyunk a SimSalus sérülésorozatunk 11. részével, és folytatjuk a napot, még mindig. Az első 10 részt már elment, tehát a sorozat 1/5 részének már annyi, úgyhogy már csak 40 rész van vissza. Ezzel együtt. Fatennak mindig el kéne érni a főzéstudóan 4. szintjét, hol a gyerek kezdjük, ott úszik. Jó, most akkor felküldöm én őt edzeni, hiszen szombat van, ezért nem megy suliba se, a Fater nem dolgozik. Úgyhogy edzem még ki nem merült, tehát az egy jó 2 óra lesz, így reggel tökéletes. Faternak miért rossz a lelkiismerete? Leginkább semmiért. Elhanyagolt környezet. Igazából nem is tudom, hogy miért elhanyagolt a környezet, hiszen alapból semmi nem koszos, ha jól látom. Szóval... Na, most takarít. Ez egy jó ötlet, Fater. Tökéletes. Akkor harapjon valamit. Na. Azt mondja. Kezdek, illetve nem tudom még, hogy hogy van az, hogy... hogy a könyvek, amik itt vannak benn, azokat miért nem lehet ide betenni. Most ide ezt berakom. Mert állatos állvány. Most akkor elvileg... Itt benne kéne lenni a tojását Machiavellinek. Ugye? De nincs benne. Tehát nem tudom, hogy mi ez. Úgyhogy akkor megpróbálunk egy olyat csinálni, hogy... hol vagy, Fater? Ja, itt. Kiváltja a teleportot, ahányszor mások... Hát most jóval lefosom. Jó, fullon szórakozban vagy, úgyhogy akkor... ezt fejezd be, és keresj valami olvasnivalót. Csak kipakolok ide. Tegy el! És akkor elvédem, mert most más egyszer nem tudok, hát most tele lenne a szekrény, mert mi? Felveszi. És eltette ide. Most elvédem, akkor még benne kéne itt lennie. De nincs. Tehát... egyszerűen nem tudom, hogy hol van. És mert Faternál nincs. Úgyhogy... most ez egyébként nem tudom, hogy ez most itt mi az eljárás ilyenkor. Úgyhogy akkor... hát akkor főzzöm valamit. Azt mondja, hogy szolgálja fel villas reggeli, mit nem készített még. Ilyen szendvics. Ja, most ez elment, aztán, ja, persze, jó. Jackóta mit csinálsz? Fut mind a hülye, jó van. Ma nagyon megy, hát ez nagyon megy. Hogy jó, gyerekeket, büdös. Büdös vagy. Mindegy. Ugye meghal. Mondom én. Na. Stoppolj le, testvérem. Menj és zuhanyozzál le, mert büdös vagy még mindig. Kimerült? Hát bazd meg, hát... te hülye vagy. Nincs hangulati hatása. Ennyi, zuhanyozzál. Na. Fater, te hol vagy? Jó, készíti a kaját. Mert valahogy el kell ennie ugye a főzéstudomány 4. szintjét. Szimológia, jártasságokat nézzük. Főzés tudomány mindjárt még egy picit főz, aztán akkor eléri. Most miért viszi föl? Na mindegy. Úgyhogy ezt nem tudom egyelőre, hogy kéne. Valakinek van ötlet esetleg, akkor azt szívesen meghallgatom. Szerintem egyébként az a nyitja ennek, hogy megtelt a könyves szekrény. Úgyhogy... hogyha azt nézem, ezt nem lehet innen valahogy kiszedni. Eladjuk a pinyába. Úgyse fogom soha olvasni, szóval... Palladia mágusa. Aha!
Aha! Hogy rothagy meg? Hát akkor jó. Most igazából ezeket bepakoltam én már, tehát egyiket eladom. Másikat is eladom. Úgy. Na fata, mit csinálsz? Csevegjen a fürdőszobában. Ja nem. Jó. Kisgyerek. Ja, ízét csinálj meg a házadat, légy szíves. Megvan. Kész. Akkor jó. Mi van, majom? Zip zip. Ja, jó van akkor. Nincs sem valami új receptet tanulni, akkor tanulj új receptet, de előtte mondtam majd főzi valamit, nem? Hülye gyerekem is. Ide, de tette komolyan. Akkor vegyen el egy tányérra, meg ez is vegyen el egy tányérra. Úgy. Oda, de teszik a maradékot. Elvileg ide most... Szóval... Villás reggeli... Amúgy majd egyszer egy olyat írhatok nekem, hogy ez mennyire zavaró így a hangom, tehát hogy... nagyon-nagyon fosé, tehát inkább állítsam vissza a régit, mert ugye tudom, hogy meg az S, meg az S betűk, meg ezek a recsegős hangok, ezek nagyon furcsa hangzanak nektek. Szóval írjatok nekem egy olyat, légy szíves, hogy ti mit gondoltok erről. Ha nagyon gáz akarok, szóval visszaállítom, aztán kibéletek ezt a repülő hangot. Ó, megy dolgozni a Stevie. Akkor gyorsan elmegy, aztán húzik egyet. De ugye egy vécében nem lehet lenni kettőnek, tehát... Ja. Hát el kell mosogatnia, igen, gyorsan mosogat. Aztán utána akkor... Ja. Van. Addig meg Fater főz valamit. Mi csinál Fater? Jó van. Akkor jó. Stancol, ez hülye. Na mindegy. Hát mit akartam most? Ja, húgyozni, jó. Villás reggelit kéne csinálni, de nem. Inkább tanulni valami új receptet, mondjuk. Teszem azt. Még mindig nincs benne, én beszarok. Hát de most akkor... És na, az eszköztárába sincsen benne. Csak én vagyok ilyen hülye, vagy... Na mindegy, most erre rájövünk ebbe a részbe még. Mert most mindjárt elmegy a gyerek dolgozni. Mindjárt megjött a kocsi, kész, és akkor jön dolgozni. És akkor... Ja, hát Fater most itt leül olvasni. De hát elvileg, ugye... És azt mondja, hogy keres, most hogy berakom, és nem rakja be. Ez úgy egy bug lehet, gyerekek, vagy... Már ugye... Hoppa. Mert hát benne vannak itt könyvek elvileg. De akkor maximum ide bepakolom a... Ami kellett neki, aztán kész. És akkor itt benne lesznek az eszköztár, amit meg szépen el fog tudni olvasni, aztán hello. Jaj. Így, ennyi az egésznek a lényege. Így. És akkor, amíg ezt elolvassa szépen... igen, ezt nem olvasd, de inkább ezt olvasd. De miért nem lehet elolvasni, gyerekek? Nem elegendő ahhoz, hogy megtanulja ezt a receptet. Jó, hogy először neki a kékek kellenek? Amik kék könyvek? Főzés tudója nem elég az, akkor viszont főznie kell valamit, tehát... aprósítományokat csináljon, mondjuk. Most azt utána még főz valamit, csak... azért nagyon nem jó, hogy... Kb. Azt sem tudom, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy megtanuljon egy receptet. Tehát jó, mondjuk ez az éva, majd nem néztem utána, elnézéseket kérem. Eddig még nem futottam bele ilyen szintű dologba a Sims-szel. Nem vagy éhes? Én nem. De ezzel a bevet mi?
És akkor hát, mit tudom én, mondjuk csinálj egy ilyet, hogy tejszínes karbonára. És akkor talán meg is tanulom sütni, főzni. Ez teljesen mindegy, hogy mit csinál, mert ugye úgyis annyi pénzünk van, amit akarunk, tehát ja, és egyébként még egyszer elmondom, tehát aki esetleg úgy gondolja, hogy most én azért játszok így, mert így biztos csalok, tudok csalni, meg mit tudom, én nem. A Sims luxus éles sorozat azért van, hogy mindenkinek mutassam, hogy valaki kíváncsi a Simsre, hogy mit tud ez a játéknak, hogy milyen sokszínű és milyen, tehát rengeteg dolgot lehet benne csinálni, mint a való életben. Úgyhogy, nagyon szépen kérek mindenkit, ne mondjatok nekem ilyeneket, hogy csalsz, mit tudom én, mert nem, csak értve igen, de úgymond a jó célból. Úgyhogy, köszöntöm szépen. Na, ezek után pedig... Mi ez? Hozzávaló megszerzés az update, ez sült hasábburgonya hallal. Értve a sült hasábburgonyával, bocsi. Azt mondja, hogy jó, akkor ebben a részben még miután ezt megcsinálta, elmegyünk egy boltba, majd most én gyorsan kinézek magamnak, hogy hol lesz, addig fater fűt főz, minden fasz csinál. És akkor valaki látja, akkor szóljon. Ez kórház, csobb fürdőház, az igen. Éttermet kéne, vagy éttermet nem. Itt van. Supermarket! Mire való pizza, nyitva a nap 24 óra, majd tökéletes. Akkor vacsingolj, mit csinál a fater. Mikor végzelte? Este 6-kor, és egész jól fogjuk bírni a gyűrődést is. És a fater nem állta megtanulnia már a főzés tudományát 4. szinten. De szerintem az még egy fogás, mint el fog kelleni, hogy készítsen, ahogy látom, igen. Igen, pont nem, de, nem? Aha, megvan, 4. szint, akkor egy megvan, és akkor ezt is szépen dobja fel egy kicsit. Ne, nem kell feldobni, tegyél a maradékot. Na, és akkor most megnézzük, hogy... Aha, ezt még nem tudja, meg ezt se tudja. Akkor majd elmegyünk és veszünk neki ilyen kék könyveket, vagy milyen faszt. Tudjátok, mire gondolok szerintem, és akkor neki jó lesz. Na most, akkor menjünk el egyről a supermarketbe. Mondjuk vásárolni élelmiszert, ez egy mindenképpen jó döntés lenne, hogy az élelmiszerből vásárolni élelmiszert. És ilyes fater, mert ne fuss odáig nekem, nehogy fuss. Jó van, teljes. Jaj, hát nagyon megy! Kész, megjött. Akkor persze az első sivédet kitalálított tábla előtt megáll, na mindegy. És akkor most javaslom, hogy oké. Na most, saláta. Hát mennyi kell, azt sem tudom. 10 mindenből, vagy mennyi? 99, ez a maximum. Ó, mindegy, 91 az jobb, igen. Nem 19, hanem 99. Szóval, bevásárolunk ezt a maximum, vagy mit tudom, mi kell nekem. Aranyhal az nem hiszem, hogy fog kelleni, ajóka, az nem tudom, micsoda szőlő. Ből egy 91-et, almából is egy 91-et, mert hátha. Aranyhal az nem kell, sajt, az fog kelleni. 11, ja, pár nem ebből lenne sokat, mennyit lehet ebből 50-et? Nem. 20-at, az lehet. Virsli, a szomban, jobb az meg. Bacsi közben. Az gombot nyomtam meg, és a felvételt kivettem, mennyi virslit lehet összesen? 20-at? Nem, 15. Hogy lehet maximumra tenni? Na mindegy. 9. Szivárványos piftrang, az se kell, burgonya az még kellhet, miért ne? Hol van? Krumpli! Ja jó, akkor jön megvásárolják, és akkor krumpli. Á, Isten. Még nem mondtam, hogy izé... Hogy elég. De lehet, hogy menjél vissza, aztán vásárolja. Hol hagytuk abba a krumpli, meg ülhet, ez nagyon sok minden, úgyhogy... Talán csak mi a legfontosabb, azt vegyük el. 91. Tonhal az... Abból is veszünk azért. Hagymában meg az is fog kelleni. Sok.
tojásból is kell sok, lazacból nem kell, görögdinnye, abból aztán kell, citrony, az 91, az jó, karthal zöld paprika is kellhet, mert belőle sokat, mennyi a maximum, akkor 9, húspogácsa, persze, mert steaket akarunk készíteni egyértelműen, mennyi lehet ebben maxba, 9, jó lesz. Homár, rostélyos, sült, szűnapi pokoltűz. Na, erre kíváncsi vagyok. Megvásároljuk azt a utána, majd bejövünk még egyszer. Utána meg majd beszünk recepteket is. Mit csinálsz, tesó? Oké. Vásárolj még élelmiszert, mert még nem végeztünk. Igaz, hogy ma aludnia kéne a fotelnak, és így nem kéne vezetnie, mert nincsen biztonságos állapotban, de nem baj. Szűnöki pokoltűz, nézzük, mennyi lehet a maximum. Szóval így is lehet vásárolni, ezt akkor 90. És nyomkodom a... Lélekfény, gyertya, az nem kell, receptek. Aha. Mennyi lehet ebből? Löcsó. Hát... Ezeket akkor bevásároljuk még egy hirtelen. Tejszínes karbonára, lecsó, őt is aláta. Aztán nem tudom, hogy most ebből így mennyi fog kelleni, de... 9, hát akkor mit 50, mert mennyi lehet 20. Sushi az nem kell. Spagetti az kell. Ja, nem tudunk többet venni. Ennyire elég lesz. Mehetünk haza. És végigkövetjük az utat. Sőt, nem megyünk a gyerekre. Már nem tudom, mit csinál. Jöjjön. Húha, a maffia vezér nyomokra bukkant a gyerek, azt a kurva. Na. Akkor egyen ilyet. Jaj. Aprósítom a lényeket. Patertahum vagy? Jó. Nyissa ki. Most akkor pakoljuk be. Pillanat és jövök. Most igazából rájöttem közben, hogy baszott nagy hülyeség volt az, hogy én mindenbe vettem 600 ezer darabot, mert igazából... hogy is mondjam csak... Nem veszem túl sok hasznát, majd annyi lesz, hogy megromlik, aztán kész. De ezt mondhatátok volna. Na mindegy. Úgyhogy szerintem... És én szépen bepakolok ide mindent, így mindenből egy hármat, csak nagyon lassan csinálja az igazság, és... Nem fogom kibírni idegileg. Nem tudom, hogy miért csinálja ezt, mennyi tudsz van nálam, hát nem túl sok már. Úgyhogy... Nem tudom, hogy a faszba lehet bepakolni gyorsabban. Tehát... ez elég lesz egy darabig. Szerintem. Most megtanultuk a Simsből, hogy nem veszünk egyszerre 8000 dolgot mindenből. Hasznos tanácsok. Egy. Jó. A tojás, minden. Na egyébként meg is fog romlani a, itt a raktárba, illetve itt a papírnak a zsebébe. Úgyhogy igazából teljesen mindegy. De hát nem baj. Majd megtanuljuk. Úgyhogy most akkor itt szépen... Ez, ja, ez jó, hát be se lehet tenni a hűtőbe. Jó, úgyhogy akkor most csináljuk egyet, folytassuk a napot, ugye befoltunk ezt be a hűtőbe. Papi, legyen egy tányérral, és akkor mindenki boldog lesz. Majd csinálunk egy lecsót, aztán kidobjuk egyébként, tehát teljesen mindegy. Sült hallasább burgonyával azt lehet csinálni. Konyhapult híján.
Konyhapult híján. Mit hagytam én ki, gyerekek? Jó, hogy pultok. Hát én nem tudom, de nekem szerintem van ilyenem. Aha. I see. Megvan. Elvileg most már működnie kell a dolognak. Jaja. Így van. Mivel hogy nem volt ilyen szabad egy pult sem, ezért nem tudta ugye elkészíteni. Tehát ez egy komoly lecke megint csak. Ez a rész egyébként tanulságokról szól leginkább, úgyhogy boldog vagyok, hogy szimszeszhetek. Ezt hanyagoljuk. És akkor előléptetés, hát léptessék el, hát dolgozzak keményebben. Úgyhogy gyümölcs lefolyasztás, és ezt honnan veszed? Na mindegy, szerintem tud aludj el, öcsi, mert igazából semmi értelme nincs, most már más csinálod ezen a napon. Pihent ki magad. Aztán kész. Addig Faten még elsőt kérdezik, amit tudom én. Kicsit álmos, de nem baj. Ezt eltakarítja, elteszi a maradékot, elteszi a maradékot, aztán már csak lesz valahogy. Még egy picit felpörgetjük az időt is, gyorsabban pörögjenek az események. Úgyse lesz, hogy most a Fatennek is van egy csomó tevékenysége. Hurrá! El akarja érni a hatodik szintjét a főzéstudománynak. És akkor megfürdik. Ezt is elteszi. Még egy picit megpörgetjük. Még egy picit megpörgetjük. Még egy picit megpörgetjük. És még egy picit megpörgetjük. Hello. Most pedig akkor elmegy alukálni. Reggel 6-ig, illetve olyan fél körül, az gyerek már föl lesz éjjel 3-kor. Úgyhogy most az is jó lesz. Kapcsolja le. Majd lekapcsoljuk. Aztán majd vegyen egy új receptet. Hát most itt tudja tököm, hogy milyen új receptet lehet majd venni. Majd megoldjuk. Na most akkor egy olyan kérdés lenne nekem, hogy Faternál van valami könyv. Aha, van. Akkor azt ide be tudjuk pitenni? Haha. Akkor erre is megvan a megoldás. Azért, mert azért nem tudtuk eddig betenni, mert van egy hagyma. Mert megtelt a könyves polc. Szuper. Mindenre megvan a megoldás. Csak gondolkozni kell. Gyerek fölkelt. Nehogy elkezd, nem, hogy menj, takarodjál. Fatel föl fog ébredni rá, hülye gyerek. Röhög baszki, hát ez bolond. Istenem. Izomláza van, hát jó neki bazdmeg. Na. Előréptetés, barátkozzon össze, akivel vegyen egy új receptet. Akkor mondjuk vegy egy olyan új receptet, hogy ezt mondjuk olvasd el. Aha, tök jó. Csak mindig nem tudjuk elolvasni. Tessék. Ja, persze, még mindig nem tudjuk elolvasni, mert nem elég neki a szintje. És a Fater erre fölébred, én meg a gyereket fogom tökörrugni. Na jó van. Nem ébred fel, úgy látszik. Akkor most... Srác kész szórakozza magát, addig jó. Hát igazából nem tudom, mit kéne csinálnia, hiszen igazából nincsenek itt olyan könyvek már, amik úgy nagyon érdekelhetnék. Túlsós, ezt mondjuk elolvashatja. A Túlsós című könyvet. Úgyhogy azt mondtam, hogy elmegyünk még ebben a részben könyvekért is. Hát az most éppen nem jött össze.
De lehet, hogy el tudunk menni, mikor végez a fater az alvással, úgymond. Engel 6-kor. Az nem az. Te nem vagy húgyozni, ezt a keres magának egy könyvben voltod. Közösség helyszínek, otthon vagy munka, barátok, mit tudom, melyik az. Modern művészetek intézete. Hol volt a könyvesbolt? Volt. Könyvesbolt, az fordulányában van. Ez egy öreg mólópart. Olcsó könyvek. Vásároljon könyveket. Oké. Mit csinálsz, Csi? Olvasol? Jó van, helyes. Hú, de jó, na. Akkor egyen egy újra egyszer, akkor mondjuk. Nem tudom. Egyen ilyet reggeli, egyen meg a maradékot. Hát most szerintem be fog tőle fosni a tejszínes karbonárától. De nem baj. Egy reggel életlen, hogy hajnali 4-kor majd egy beszél egy kis tájszínés, tudod, az fosik basszus kulcs, hogy... Na mindegy. Lefos a zavarzat a WC-ről, vagy én nem tudom. Nincs interakció, és akkor ezek ugye a riasztok, az úgy jó. Ennek olyan fénye lesz egyébként, mert bekapcsoljuk egyszer, hogy hú-hú. Fater, te még mindig alszol, jó lesz. Utána a srácnak el kell menni, majd fosni, ma most látom. Utána meg zuhanyozni, miután megtisztította. Na hát ez egy egész jó. És akkor még másfél percet várunk, most egy picit felpörgetjük az időt. Hiszen a srác közben olvas. De nem tudunk mit csinálni mi. Fater elvileg fel kell. Lassan. Pusztul menni. Jó. Minden oké, okay. Reggel 60, gyorsan feljött a nap egy másodperc alatt, és látom, hogy már itt olvas 2,5 órája. Úgyhogy nagyon jó lehet neki, nagyon szeret olvasni. Fater elmegy fosni. Utána jön könyveket venni. Utána meg egyen meg a maradékot a lecsóból, hogy az is fosson be. Úgyhogy egyébként a társasággal nem is nagyon kell foglalkozni, hiszen úgy is megy majd dolgozni, vagy mit tudom én, ide oda oda. Úgyhogy... jaj. Úgyhogy ez csak jó. Na, lecsót azt már tud csinálni. Érdesek ott, receptek. Hát de elvileg ezeket ha mind tudja, gyümölcskehely, kosárgolás. Akkor lehet, hogy ezeket még nem tanulta meg. Ezt mondja, ja, ez 9-es szint, ez meg 7-es szint, értem. 5-ös szint, ez 4-es, az jó. Akkor a gyümölcs kehet, ezt még nem tudta megtanulni, tehát akkor ez a másik kettőt megtanulta már. Sajtos steaket is már fog tudni csinálni a következő szinttől, illetve gyümölcs tortát is fog tudni csinálni, majd tojás makiavellit is, ami elvileg van otthon minden. Tehát ezért jó a főzéstudomány, takarodjunk azok. Hát elvileg most haza is fog menni, tehát... Ja. Srác mit csinál? Éppen olvas még mindig, amíg... Hol futsz? Sportos... Hello, valaki bejött, hallottam ajtócsukódást, csak az újságos, ki tudja. Na mindegy, egyéni átlőcsó. Mert éhes. Utána meg... Nem tudom. Jibs? Igen, azt mondja, hogy olvasson egy olyat, hogy elvileg most kéne itt lennie az ő eszköztáv egy olyannak, hogy... hol az Isten van az a könyv? Hello, hát az előbb vettem meg, hát ne kúrjál fel. Nem vettem meg az előbb azt a könyvet? Hát most dehogy, na, és mindjárt visszanézem a részt. Olcsó vacsora. Mert ezek ide hagymar. Mindegy. Mindegy, majd ugyanmi járok a disztán, és mindjárt vége a résznek, tehát... Mi történt? Kis eszem, itt ül és olvas körülbelül éjjel 2 óta. Úgyhogy nagyon jó lehet neki.
Mit csinálsz? Na most mosogat semmit, de itt a tárkán, ez egy jó ötlet. Szerintem akkor igazából ennyi lenne ez a rész most, ilyet ezt hirtelen befejezem. Úgysem fogtok lemaradni olyan semmiről, mert igazából úgyis mindent a részbe csinálni, úgyis mindig mondom, hogy megnézem, aztán úgysem nézem meg. Mert sokkal jobb, hogyha tudja, ti is tudjátok, és ti is vele együtt jöttök rá. Értem, amikor én rájövök, akkor jöttök rá ti is. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm már a figyelmet, innen fogjuk folytatni a kísérletet, mert van egy csomó tevékenységem, és nagyon kell velem foglalkozni most egy ideig. Úgyhogy sziasztok!